Mindenkinek csodás szép estét, nagy-nagy szeretettel köszöntöm ma este is a kedves Pentart alkotókat. Tartsatok velem, hiszen egy igazán inspiráló ötletet hoztam nektek, remélem, hogy sokatok tetszését el fogja nyerni, ugyanis a mai alkotásunk az rendkívül sokféle felületen, sokféle formában elkészíthető, és bizony-bizony így már júniusban nekikezdhetünk az igazi nyári alkotásoknak, úgyhogy ma egy csoda szép nyári dekorációs ötletet hoztam nektek, remélem, hogy sokan tudjátok velem tölteni ezt a kis időt, és mindenkinek inspiráló lesz, és tovább tudjátok gondolni a nektek tetsző színvilágban, illetve díszítő elemekkel, de szerintem nem is szaporítom tovább a szót, hanem lássunk neki a mai alkotásunkhoz, mert ez nem egy sicsutya alkotás lesz, bár egyébként semmi nehéz nem lesz benne, csak szerintem a díszítés az annyira sokféle lehet, hogy bizony-bizony azzal lehet, hogy elszalad majd az idő. No, várja más te is a hozzászólásaitokat, és természetesen a sok-sok Pentart terméket, amit a ma esti alkotásunkhoz használni fogunk, mind megtaláljátok a Pentart hivatalos viszonteladóinál, a hivatalos viszonteladók listáját pedig megtaláljátok a www.pentart.eu oldalon. No, várja más te is a hozzászólásaitokat, és én is várom a hozzászólásaitokat, ha bármiben a segítségetekre tudok lenni, akkor bátran írjátok meg a kérdéseiteket, akár az alapanyagokkal, akár mással kapcsolatban. No, érkeznek a Pentart alkotók? Igen, itt van Berecki Vera, itt van Olárnyik Móném, Györfi Miklós, Némberzi Barbi, mindenki érkezik sorban. Puszi, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és nagy ámulattal nézem az alkotásaitokat a Pentart Dekor csoportba, mert ugye most van ez a májusi hónapjátéka, és azok az alkotások, amikkel most előrukkoltatok, hát le a kalappal minden Pentart alkotó előtt, mert én csak kapkodom a fejemet, mikor fölugrálnak az alkotásaitok, hogy hihetetlenül ügyesek vagytok is, csodálatos alkotások készültek, és sokan már a nyár jegyében alkottak, úgyhogy ezt én már úgy veszem, hogy rajtam kívül is már sokan hangolódtok a nyári alkotásokra. A mai alkotásunknak az alapja az egy ilyen papír kör doboz lesz, és nem hibás, hanem csak kipróbáltam rajta, hogy eléggé jó lesz a szike, amit találtam, de szerintem jó lesz. A kalapdoboznak a tetejét először körülbelül egy olyan bő egy szűk másfél centire szeretném bevágni, hogy egy ilyen kis ablakocskánk legyen, vagyis nem is kicsi, hanem jó nagy. De lehet, hogy ehhez inkább fölállok, mert így ülve nem igazán szerencsés. Én nem rajzoltam be előre, mert úgy gondoltam, hogy ahhoz képest, hogyha berajzolnám, se biztos, hogy ott tudnám húzni a szikét, ahol kellene. Nem vagyok valami gyakorlott ebbe a doboztetű aprításba. Hát néha egy centi, néha meg másfél, mondjuk azt. Rusztikus mindenképpen. Nem lett olyan rossz. Majd ezt a részt teszem. Azt a részt, ami kicsit rosszabbul sikerült, azt majd szépen az aljára helyezem, és azt majd egy kis díszítéssel eltüntetem. Bekapcsolom a
ragasztó pisztolyt, és a doboznak a belsejét, illetve majd ezt a részt is gyorsan lealapozzuk. Ehhez alapozó festéket fogok használni. Itt van Budor Zsuzsi, és itt van Tubár Zsuzsi. Millió puszi, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Szóljatok mindenkinek, hogy elkezdődött a ma esti alkotás, és mindenkit várok nagy-nagy szeretettel. A doboznak a belső részén jó sokáig gondolkoztam, de a külső részén úgy egyáltalán nem. Se a színén, se a díszítésen, úgyhogy az majd kialakul. Na mindegy, azért gyorsan lekenem azt is egy alapozó réteggel, hogy még bármi is történhessen. Annyira elvarázsolt a belseje, hogy a külsejét tényleg el is felejtettem. De a belsejét, azt már tudom. Az jó lesz, igaz, Nomi? Vagyis ahogy elképzeltük, aztán ki tudja. Na, egy kicsit csak fölszakította. Na nem baj. Itt van Kocsis Gabika, és de itt jó. Van Kovácsnyi Balog Eszter. Ó, de jó! Szerintem ezt kedvelni fogjátok, ezt a mai alkotást, mert rendkívül sokféle díszítéssel elkészíthető. Szerintem nagyon költséghatékony, mert bármit felhasználhattok hozzá, amit otthon találtok, és tudom, hogy ti olyan lelkes alkotók vagytok, hogy a kreatív kincsestáratokban szinte nincs is olyan, amit ne lehetne felfedezni. Úgy gondolom, hogy teljesen egyére is szabható, úgyhogy nagyon-nagyon személyes dekorációvá vagy ajándékká lehet varázsolni. Még nem tudom, hogy könnyebb lett volna úgy, hogy összeragasztom gyorsan az alját meg a tetejét, majd a végén megmondom, hogy ha esetleg azt javaslom, hogy nyugodtan ragasszátok össze, és úgy fessétek, mert nekem most így biztonságosabb elkészíteni, hogy két részben van. De majd a végén össze ragasztjuk. Jó, ezt félre is teszem. Első részt is gyorsan. Lealapozom. Ma este nagyon-nagyon szép színeket fogunk használni, úgyhogy biztos sokatokat elvarázsolnak a mai alkotásunknak a színei, és el is árulom nektek, hogy a mai színvilágunk az csupa-csupa Balaton lesz. Vannak rá ötleteim, hogy hogyan fogjuk a Balaton 1001 árnyalatát elkészíteni, de majd meglátjuk, hogy mennyire lesz szükségünk az 1001 árnyalatból.
sajnos muszáj ezeket a karton vagy papír termékeket lealapozni, de ezt biztos mondtam már nektek, mert alapozás nélkül hajlamosak ilyen hólyagossá válni. A festéskor is az nem olyan szexi. Ráadásul biztos szeszélyesen alakulnak ki ezek a hólyagok, hogy még számítani se lehet rájuk, hogy hol bukkannak föl. Na. Ez így egy lépésben meg is van. Csere. Kéztörlés. Még fehér festéket készítettem ide. Itt van Bátorzéki a mese is, Angyalfi Évi is. Nagyon örülök a mesének is, és Angyalfi Évinek is, hogy velem tartanak ma este is. És mindenkinek is nagyon örülök. Természetesen maszkoló szallaggal sokkal szabályosabb csíkozást lehet készíteni a felületeken, de maszkoló szallag nélkül is nagyon mutatós csíkos felületeket tudunk kialakítani. Úgyhogy én most valami ilyesmivel próbálkozok meg. Ez ilyen jó kis tetejű doboz, vagy te vágtad ki? Most vágtam ki, most. Most. Azt mondja, hogy bézs, fehér, bézs, fehér, bézs. Jó. Három bézs csíkunk lesz, és kettő fehér. Így csíkozok én. Bézs festék. Van három rész bézs, és hogyha már itt van ez a bézs a kezembe, akkor a doboznak a belső szélét is egy picit átsimogatom vele. Mint látszik, nem az egészet, csak helyenként. Fehér. Nemhogy fehér, titánfehér. A titánfehéret nagyon-nagyon szeretjük, mert gyönyörű, szép hófehér árnyalata van, és amiért mi különösen kedveljük a titánfehéret, hogy nagyon jól fed. Most ugyanúgy a fehérrel is a köztes részekbe bele-bele festek. És szerintem majd kívülre is jó lesz ez a szín a doboznak a külső részére. De azzal szerintem majd még kicsit később foglalkozunk. Erre rászárítok, és jöhet még egy réteg. Mm-hmm.
természetesen ide is. Genek. Megszárítom. Van Varga Tündi is, itt van Szenti is. Nagyon boldog névnapot Varga Tündinek. Itt is. Egy kicsit utólag is. Szerintem csinos lesz majd. Nagyon kevés festék van az ecseten, és akkor így szépen össze tudom dolgozni a bést meg a fehéret. Na, itt biztos, hogy még egy kis igazításra van szükségünk. Egy kicsit a bésből belehúzok a fehér széleihez. És tudjátok, hogy én nagyon szeretek a popsi törlővel maszatolni. Na most ezt szépen összehúzom, ezt a két árnyalatot. Szírja Bereti Márti, és szépséges csodaság készül, puszi Németországból. Millió puszi Mártika, jó, hogy itt vagy. Most a fehérrel maszatolok bele egy kicsit. Azért csinosabb így. Így se rossz, de így egy kicsit finomabb. De a nagyon precíz alkotók természetesen celluxot, maszkoló szallagot bátran használjanak. Ilyen hanyag csíkozást csak azok alkalmazzanak, akik időhiányba szenvednek. Itt van Guba Évi és Boros Judit is. Ó, de jó! Na, csak ide értek mindannyian. Nagyon örülök. Csinos. Szerintem jó lesz. Jó. Ezt most kicsit félreteszem. A doboznak a külső részével most nem foglalkozok, meg az elejével se. Majd az csak ráadás lesz, hogyha már mindennel elkészültünk. Ezt most félreteszem. És hungarocelt veszek elő. Mondjuk egy ilyen kis darabot. Vannak ezek a kis festékes hungarocell tartók, ebbe érkeznek a penntartós 20 ml-s express ragasztók, vagy folyékony vízfestékek, vagy 20 ml-s festékek, és amikor terveztem, hogy milyen legyen a mai alkotás, ezt a méretet vettem alapul, úgyhogy, de mindjárt lemérem nektek. Ez körülbelül egy 6,2 vagy 3 mm és 14,8 vagy 9 centis, szóval egy 6x15 centis téglalap körülbelül ez a méret. A másikat pedig egy kicsit kisebbre gondoltam. Mondjuk így tetszik nekem, hogy ilyen beszakadt. Béna. Jó van, nagyon kinevetett.
pedig nekem tetszett, hogy nem tökéletes. Na, ezt a két hungarocell alapot pedig papír zsebkendőbe fogjuk bebugyolálni. Nózi papír zsebkendőbe. Azt kérdezi Sós Nézita, hogy van neki egy lilára festett fadoboza, ami már nem tetszik neki, és át szeretné alakítani más színűre, virágokkal, stb. De nem biztos a dolgában. Le kell vakarni a lilát, vagy ráfesthet? Hát én előbb mindenképpen megpróbálnám a ráfestést. A ráfestést azt úgy tudom elképzelni, hogy mindenféleképpen először át kell törölgetni a felületet. Egy kicsit egyébként meg lehet csiszolni, hogy ez a festett felület egy picit érdesebb legyen, vagy hogyha lakkozva van, akkor ez a lakfelület, tehát egy kicsit felkoptatni róla, úgyhogy egy finom csiszoló papírral egy kicsit át lehet simogatni, utána javasolnék egy portördést, hogy ez a csiszolás maradványai lekerüljenek a felületről, és utána én megpróbálnék egy alapozást, esetleg alapozást két rétegben, de szerintem úgy is tökéletes, hogy egy réteg alapozó, és utána egy réteg vékony fehér festék, utána pedig még egy réteg finom, vagy fehér festék. Milyen színűt szeretnél belőle készíteni? Express ragasztó. Mert mondjuk a feketét akkor... akkor nem muszáj. Milyen? Ne fessen fehérre. Akkor nem kell fehérre festeni. Egy kicsit összegyűröm a papírzsepi. Express ragasztóval, dekopás ragasztóval bekenem a rózsaszínre gombolt. Akkor jó lesz a fehérre alapozás, és akkor utána lehet rózsaszínre festeni. De természetesen ez függ a doboztól, hogy érdemes-e csiszolni, vagy nem érdemes csiszolni. Nyugodtan küldjél róla fotót, hogy jobban tudjak segíteni. Hogy ez fadoboz, vagy papírdoboz. Ezekből a kis hungarocell darabokból polcok lesznek. Polc imitációk, nem rendes polcok. Ezt a papírzsepit pedig azért teszem rá, hogy könnyen lehessen festeni. Székely név is most jött ide, kérdezi, hogy mi készül. Egy nagyon klassz nyári dekorációt hoztam nektek, amivel bízom benne, hogy sokatokat inspirálhatom. Ezt félreteszem, és akkor jöhet a másik. Nagyon jó ragaszt az Express ragasztó. Nózi papír zsebkendő, kicsit összegyűröm, hogy ne álljon olyan mereven.
jó vastagon ragasztózom, hogy a papírzsepi három rétegét könnyen át tudja mitatni. Először mindig a hungarocell darabot kenem be, és akkor utána a papírzsepi bőséges ragasztóval rásimogatom. Itt egyébként, hogyha nagyon szépet szeretnétek készíteni, akkor nagyon klassz mintát is kitalálhattok a papírzsepinek, hogy úgy tegyétek rá ezekre a hungarocell darabkákra. Mindenhol nem ragad. Ezt most megszárítom. De jó! Juditról mindig a pécsi jó idő jut eszembe. Bár a múltkor elbizonytalanított, mikor Pécsen volt a legrosszabb. Pedig már úgy gondoltam, hogy a nyugdíjas éveimet ott fogom tölteni, hogy Pécsen mindig jó idő. Sarka lecsippentek belőle. Nagyon könnyen szabható méretre a papírzsebkendő. És a sütőpapírról is egész jól följön. De hihetetlen, hogy mennyi ragasztó kell rá. Nem volt tele a 80 millis express ragasztó. Ez már egy bontott volt, de azért jó sok rámegy. Azt írja Judit, hogy hajnalban nagy vihar volt, de délután már gyönyörű idő lett. Ó, hát akkor mi megint nyertünk, nálunk nem volt, nem volt vihar, de nálunk is reggel hűvös volt, vihar nélkül. De délutánra mese szép időnk lett.
Hát hozzám minden részen jobban ragad ez a... Mint valami szappanok. Olyan? A papír zsepid egy rétegben, vagy három rétegben? Hát én három rétegben raktam rá, de persze lehet kísérletezni, hogy egy rétegben is, vagy két rétegben is lehet, hogy elég lett volna. De nem gondoltam, hogy a nózi papír zsebkendő ilyen jó nem szívó képességű, mert iszonyatos mennyiségű ragasztót fölvett. Jó, körülbelül szerintem így jó lesz. Akkor eddig express ragasztót használtunk, alapozó festéket, matt bézs akril festéket és matt titán fehér akril festéket, ha esetleg valaki lemaradt volna. Amíg itt szárad a kis polcocskánk, addig ilyen pici kis nyári hangulatú, balatoni hangulatú formákat hoztam nektek. Halacska, hajókormány, sirály, akkor világító torony. A vitorlásukat mondtam? Uh-huh. Jó. Hát azok nélkül nincs is Balaton. És ezeket a kis díszítő elemeket először szerintem alapozzuk le. Ezek lehetnek fából, lehetnek papírból. Így gyorsan szivacsecsettel lealapozom. És lehet, hogy én ennél csalni fogok, és csak az egyik oldalukat színezem be, mert a másik oldalát teljesen felesleges beszíneznünk, mert úgyse fog belőle látszódni semmi sem. Nekem nem két halam volt, Nonu, most meg csak egy van. De kettő volt. Júj. Kihorgász. Mert a sirályból először a sirályt lealapozom majd mindkét oldalon, mert elfelejtettem, hogy merre kell neki repülni. És van egy sejtésem, hogy nem ebbe az irányba. Köszönöm, Nonu, nagyon ügyes vagy ez egy tisztán. Mondjuk az a Balatonban nincsen. Keszeg? Keszeg. Vár nekem, ha csak hekket lennének benne, bőven elég lenne. Pony? Pony? Ezek ilyen repülőhalak. Na, ezeket a kis formákat lealapoztam. Ja, és a sirályt akartam a másik oldalról is, mert szerintem ennek erre kell repülnie. És arra gondoltam, hogy a dobozunkat úgy fogjuk díszíteni, hogy majd belekerül ez a két kis polcocska, amit készítettünk a hungarocel és a papírzsepi segítségével, és arra ilyen kis nyári hangulatú díszítő elemeket teszünk, de hogy megmaradjunk ennél a szép, finom színvilágánál, különböző türkiz árnyalatokra gondoltam, hogy használjunk ilyen türkizes árnyalatokat, ugyanis a Balaton is szinte óráról órára változtatja a színét, és hogy ez milyen szép lenne, hogyha így egy színnek a különböző árnyalatait használnánk.
teszek ki türkiszkék festéket, egy kis bézs festéket, még egy kicsit. Ezek valószínű, hogy nagy vagy sok festék mennyiségek lesznek, de nem tudom, hogy milyen árnyalatokat keverünk még belőle. Ez pedig fehér. Jó lesz így. Na nézzük. Először keverjünk egy kicsi türkiszt, ehhez a bézs, hát ó, de gyönyörű, hát ez álom szép. Ez ilyen csodálatos türkiz árnyalat lett. Mondjuk szerintem a világító toronyhoz pont jó is lehet. Igaz, milyen szép. Akkor az egyik vitorlásunk az legyen egy kicsit sötéte. Mondjuk így. A másik vitorlásunk pedig még egy kicsit világosabb, mint a világítótoron. Így sorba festem őket, ahogy vannak. Ez is nagyon szép. Akkor most nézzük, hogy a fehér hozzáadásával milyen színeket tudunk varázsolni. Először csak egy kicsit teszek hozzá. A bézzsel egy picit olyan melegebb árnyalatokat tudunk készíteni, a fehérrel pedig egy kicsit hidegebbeket. Mondjuk a sirályt, azt meghagyhatnám fehére, nem? Úgy, ebben a türkizes árnyalatban. Hogy lehet kék, csak akkor már szorítja a gyűrű a lábát. Ajjaj, a halak egy irányba legyenek festve. Így, a másik halat pedig egy kicsit a bézses árnyalatú türkizzel festem. Hát akkor a sirály így az fehér. Viszont, hogy még tudjak festeni. Igen. Egy ilyen kartonlapot, ami szintén a festékek jönnek rajta. A workshopokról sokan ismeritek, mert ugye ezt szoktam a festékek alá tenni. Azt írják, hogy szuper jó színek lettek. Szerintem is gyönyörűek. Türkisz kék, bézs és fehér. Majd ezt is felhasználjuk, nem ilyen nagyba, egy kicsit kisebbbe, de milyen szép színek, mehetes.
tiszta Balaton, nem? Így, nézzétek meg, itt a... Vagy középre kellett volna sötétebb, vagy? Na, nem, most itt a part közelébe sötét, utána kicsit kivilágosodik, itt pedig egybeolvad az ékkel. Nem látod, Nonó? De. Na, lássad? No. Kicsit ki... mosakszom a... inkább az express ragasztóból, mint a festékből. És mindjárt haladunk tovább a mai alkotásunkat. Hát sajnos ezt még szárítanom kell. Még annyira nincsen jól megszáradva, de teszek még ki ide egy kis bézs festéket. Nagyon szép színe lett ennek a türkíznek meg a bézsnek. Picit átkenem a festékkel, hogy hát ha ez meggyorsítja a ragadásmentességet. Egyik oldal, a sirályunk, törekszem, hogy fehér maradjon. Olyan vidámak ezek a színek, mindjárt jó kedve van tőle az embernek. Elszállítom. Szóljatok, ha van valami kérdésetek vagy ötletetek. Nagyon jó ötlet volt a festés, meg kell mondanom. Az alját is be kellem egy kicsit. Majd utána egy kicsit még kifehérítem. Festékkel majd nekünk még egy kis fehér.
nagyon kevés fehér festékkel átsimogatom, hogy inkább fehérebb legyen, csak néhol legyen ilyen zöldes színe. Így jó lesz. Ezek a kis téglalapok mit lesznek? Polcok! Már mindjárt ott tartunk, hogy összeépítjük. Egy picit rászárítom. De már úgy sem érünk. Addig rűnonó, még én itt ülök. Nehogy én is úgy végezzem, mint hát a többiek. Jaj. Na, a kis díszítő elemeink megszáradtak. De még egy kicsit arra gondoltam, hogy azért ne legyenek ezek csak ilyen sima lefestettek. Én nagyon szeretek az ujjammal is maszatolni, meg popsitörlővel is, és nagyon tetszett a bézs színárnyalat ehhez a türkiz színvilághoz, úgyhogy imittam, ott egy kicsit megsimogatom ezeket a díszítő elemeket, amiből sok minden valószínű, hogy a képernyőn sajnos nem látszik, de azért higgyétek el nekem, hogy sokkal különlegesebb látványt nyújt így, hogy egy kicsit át van simogatva, imittam ott a bézzsel. Nincsenek meghatározott felületek, hogy hol, csak egy helyre oda nyomom az ujjamat, és kész. Nem tartok be ilyen árnyékolási szempontokat, de azt már is megállapítottam, hogy a vitorlásokat természetesen nem sikerült jól lefesteni, mert van rajtuk ilyen kis zászló, mindig oda szoktam figyelni, hogy egyfelé álljanak a zászlók, mikor összepróbáltam a dobozzal, még akkor is, mintha meg is egyeztem volna, csak nehogy elfelejtsem, de elfelejtettem megnézni, hogy merre állnak a zászlók, úgyhogy az enyémen össze-vissza fúj a szél a Balatonon. Így is gyönyörű színeik vannak, attól, hogy egy picit világosabbak. Lesznek. Itt van Krista Márti. Szia Márti! És egy picit azért a sirályt is megsimogatom, ha már kékkel nem lehetett, legalább már egy kis bézs árnyalata legyen. Na, még biztos, hogy kell ez a festékes sütőpapír, hiszen a dobozunk még kívülről el se dőlt, hogy milyen színű legyen, úgyhogy ezt csak félreteszem. És akkor ugye ez a dobozunk, amit be fogunk építeni,
ebben jönnek ezek a kis nyári hangulatú dekorációk, amiket türkiszkék és bézs és fehér árnyalatokkal festettünk le. Ezt a kis polcocskát gondoltam ide, ezt a kis polcocskát pedig ide. Valahogy így terveztem. Rápróbálom a doboznak a tetejét, így, és utána majd bele is fogom tenni. Még mielőtt beleragasztanám, ezt a világító tornyot ide terveztem, és aminek még mindenféleképpen fölül kellene lennie, az a sirály. De ez így jó is, belefértünk, de még lehet, hogy a sirályt azt följebb is tudom tenni. Így jó? Nem jó? Nem sok mindent látunk belőle. Miért? Hát ahogy egy picit nem tudod megdönteni. Hát nem. Hát támált föl az állvány munka. De majd utána föl tudom emelni, csak még most nem. Addig, amíg te mutogatsz, addig én kezdek most. Így most látszik? Vagy miért be van? Ja, nem gondoltam, beragasztom. Ja, szóval ezt a kettőt, ezt azért gondoltam, hogy rakjuk ide, hogy lássam, hogy a polcok jó helyen vannak-e. És majd még tudjátok, hogy mire figyeljünk, hogy majd ezt a legrondább részt rakjuk alulra. Nem is tudom, melyik lehet a legrondább része, mert többet is látok. Na mindegy, majd kialakul. Jaj, Nanó, most hogy olyan fönt vagy, most hogy foglak majd megkérni, hogy ragasztóbetétet adjál, ha elfogy. Ó, te, egyszerűen. Zseniális, zseniális. Köszi. Na, jó. A kis sirályt még ide. Fölrakom. Így, és innentől már meg tudom emelni. Jó. Uh-huh. Vagy inkább ezt rakjam alá, hogy ne lógjon ki. Mondjuk. Vagy te vagy mi? Igen, igen. Igen, igen. Mindjárt megfordítom. Ragaszgass be utána, akkor még jobb fordíts ide. Mögé kell ragasztanom valamit, mert instabil a világító torna. Egy ilyen pici kis hungarocán darabot. Mögé rakok, egy pillanat. Az egyiktől nagyobbat, a másikból kisebbet. Megvan.
tettem a világító torony mögé is egy pici kis hungarocell darabot, hogy szépen megálljon. Mik vannak még itt nekünk? Megpróbálok egy kicsit belevágni a hungarocellbe, hát ha úgy könnyebb lesz. Igen. Épp hogy. Kicsit arrébb kellett volna raknunk. Mindjárt arrébb rakom egy pillanat. Nagyon jó ez a hungarocellpolc. Bárhova be lehet illeszteni bármit. Most már tényleg nem látok. Na, mit gondoltok? Milyen lesz? Lehet, hogy egy kicsit előrébb teszem őket, hogy a farkincáját ne tüntessem el. Még úgy magának a fejére már. De, innen látszik, bárja, akkor visszatom. Jó, de ragasztottad. Szép lesz, jó lesz, szuper ötlet, szuper. Hát remélem, hogy jó lesz. Mi van még, ha jó kormányom? Vasmacska. Jaj, csak a táblácskáknak nem hagytam helyet, igaz, Nóni? Igen. Akkor... Szuper lesz. Hát remélem, hogy... jó lesz. Így. És szerintetek a doboznak kívülről milyennek kellene lennie?
most egy feliratot, ah, majd ide rakom. Ugyanis szerettem volna rá feliratokat tenni, azért festettük ezt a kartont. Homokszínű legyen. Jó, szerintem is olyan lenne jó. Na vajon hol lehet az a csodatoll, amivel a múlt héten írtam a kis herceges üveget? Mert az lenne hozzá szép egy fehér, nem? Nincs ott nanók a kosarunkba. Olyan fehér toll. Pont. Aha. Próbálok körülbelül hasonló téglalapokat kivágni. Hát természetesen teljesen különböző méretűek lettek. Találsz valamilyet? Mm. Próbáljuk meg, mi az lakfit? Mindjárt megnézzük. Van? Hát szerintem fekete. Aha. Bámulatos, hogy milyen szuperül tudsz hátulról dolgozni. Hát nem biztos, mert én még nem láttam előről, de örülök, ha ti így gondoljátok. Lehet, hogy nem jó. Olyan, mintha a hegye mellett jönne a festény. Mert ha pumpálom, jön, de a hegyéből meg... Na, azt a mindenit! Köszönöm szépen! Ez már... Ezeknek a lakfilceknek olyan... erős illatuk van. Jó. Jó lesz szerintem. Legyen egy Balaton. Legyen egy boldogság.
Meg milyen legyen mi nyár? Nyár boldogság Balaton. Vagy boldogság Balaton nyár. Ő a Balatonból egy kicsit le kell vágnom. De ez jó ide is. Vagy nem jó? A nyarat tegyük ide. A Balaton tegyük ide. Jaj, lehet, hogy fordítva kellett volna. Nagyon szép. Ide meg tegyünk még egy kis díszítést valahova. És akkor tegyük oda vagy ide? Tegyük oda vagy ide. Vagy még nézzük meg. Csak így kitakarja kicsit az egyik vitorlásomat. Mondjuk ott lebeg a háttérben. De ez egy kicsit szerintem eltörtem ezt a hajócskát. De csak egy kicsit. Mindjárt megigazítom. Na, így jó lesz? És akkor Nonóka, most összeragasztom. Jó. Így megnézed, hogy hol van a béna része? Mert szerintem itt. Hogy ezt kéne itt valahogy eltakarni. Uh-huh. Itt. Mondjuk így, mert itt van a legnagyobb hely, hogy ide tudok akkor díszítést tenni. Most ezt figyelem. Bírjátok még? Már jó késő van, igaz? 49. Hát jó elbabráltam ezzel. Tetszik valakinek? Majd mindjárt lefestjük kívülről, és akkor csinosabb lesz. Igen, tetszik, szuper. Ide hátulra. Nagyon örülök, hogyha így van. Olyan nagyon egyszerű, de szerintem olyan kis vidám, meg hangulatos lehet. Természetesen égősort is lehet beletenni. Tudom, hogy nagyon szeretitek az égősorokat. És úgy gondoltam, hogy a háttérbe akár fotókat is be lehet tenni, nem kell ennek ilyen tengeri hangulatúnak lennie. Egy aranyos kis születésnapi kompozíciót is lehet beletenni, mindenféle kis apróságokat össze lehet gyűjteni ezekre a polcocskákra. A polcok azok lehetnek sűrűbben is, hogy szerintem sokféleképpen tovább lehet gondolni. Tetszik neki. Hát nagyon örülök. A színei azok gyönyörűek. Szépek lettek ezek a Balaton árnyalatok. És mindenki a kedvenc Balaton árnyalatait kikeverheti. Majd a hátulját is lefestem ilyenre, csak azt úgy se látjátok.
biztos, hogy kétszer itt körbe kell. Suhannom. Ugyanúgy, mint a belsejét, hol a bézzsel, hol a fehérrel, egy kicsit átsimogatom. Természetesen ezt is mindenféle kis apró kagylókkal tovább lehet díszíteni, zsinórokkal, gyöngyökkel, mi jut még eszetekbe, mi mutathatna jól hozzá. Kérhetek nonókafa golyót? Hogy ez megálljon, úgy gondoltam, hogy az aljára fagolyót tegyünk, vagy fagyöngyöt, ehhez mindenképpen megszárítom a dobozt. Hozhatsz abból is, majd megnézzük, hogy... Egyébként most, ahogy így ránéztem szemből, az jutott eszembe, hogy még egy kis akasztót is rá lehetne tenni, és akkor fali dekornak is tök jó, mert ezzel a díszítéssel egyébként pillekönnyű. Ez nem is egyforma. Aha. Hát ezt a hagyjad, Nonó, ebből már választok, csak azt kiválasztottam, meg egy... Szerintem ez jó lesz. Ez két ilyen óriás fagyöngy. Úgy gondolom, hogy ez ezen megállhatna, ha szerencsém lenne, ha nem, akkor majd újra gondoljuk. Hát, ha szerencsém van, és akkor megáll kettő. Jó sok ragasztót teszek rá. A ragasztópisztoly, ha be van kapcsolva, sokkal jobban működik. Nem elég neki a kettő. Akkor megnézem a kisebbet. Nekem ezzel a nagyobban jobban tetszett volna. Festésjavítás. Nem írják, Nonóka, a penntartalkotók, hogy milyen díszítést tennének még bele? Ki tenne égősor? Nagyon ötletes és hangulatos. Nagyon kis egyszerű, de szerintem nagyon szerethető. Ebből hármat osztálom?
Nem, itt a legyen. Azt eldugtad. Zsinór kerül rá? Tehetünk rá persze zsinórt is. Tehetünk rá. Most ilyen mini fagyöngyel próbálkozok, ha a Maxi nem jött be. Akkor a mini. Ha ez se, akkor nem próbálkozok vele tovább. Falra akasztva égősorra kérdezik. Akkor falra akasztható lesz, így van. De így jó! Mondjuk ez az egyik láb, hogy kicsit a levegőben van. Ott az a kettő. De olyan szerencsém van, nem hiszitek el, hogy mint egy hintaló, hogy ez a úgy ragasztottam föl, hogy pont nem fogja, egy kicsit pont közelebb kellett volna. Na jó, még egyszer. Most már legalább látom, hogy majdnem jó. Jaj. Valami statikai könyvet ki kellett volna olvasnom. Jó, jó lesz. Jó, így marad. Fedde? Kicsit. Na, de szemtelen kegyi. Majd készítéssel elsőbb. Nem baj, furcsa vagy, csak sminkelt ki magad. Jaj, hogy bírják ezt a fenntartalkozók nőnukkal? Jól bírják mi? Hát még itt vannak. Hát ennek nagyon örülök. Azt írják, hogy hát fújja a balatoni szél. Fújja. Na, jó? Hát nézd meg. Hogy nem jó, majd leragasztottam. De miért ilyen ferde nunu? Hát én ezt már nem bírom. Már az aljáról le kell csiszolni majd a... Úgy van? Hát nem tudom, hogy hova kéne már tennem ezt a ragasztót. Tényleg Attila kellett volna ide. Még bírják. Nagyon örülök. A dobozunknak az alját nem fogom megmutatni. Majd egy kis díszítéssel elcsalom. Hát nem, ez az oldal nem jó. Mégis csak közelebb kellene. Inkább felakasztod. Ti úgy állapítjátok meg, hogy hova kell rakni a lábakat. Fennének nem csináltam. Direkt nem akartam fali is csinálni. Direkt, hogy legyen egy olyan, ami nem fali. Erre föl mégiscsak fali lesz. Na. Elég jó, nem? Mondhatjuk, hogy egyenes, bizonyos szögből. Hát ahhoz, hogy készíteni tudjam, meg kell mutatnom az alját, mint rakjuk elé. Jaj. Zsinór. Cseles voltam? Nem marad ilyen kék a zsinór se. Egyébként azt hittem, ezzel már 8-ra készen leszünk. Csak úgy mondom, hogy... Most fél 9 van. 9 körül. Reméljük, nem raknak ki. Jaj, hát az eszembe se jutott.
Na, majd most kipróbáljuk. Az biztos. TV hatása van, amikor felállítod. Tényleg? De ezt bóknak veszem. Azt írják, hogy téged a maszatolás elvarázsol. Remélem titeket is. Majd mindjárt ezt is átmaszatoljuk még, ezt a zsinort egy kicsit. De jó lesz szerintem. Főleg, hogyha még lenne egy óra hosszánk minimum díszítgetni. Ezt a kékséget majd mindjárt elvarázsoljuk. Itt maradt még egy kis bézs, meg türkiz. Akár kis levendulásat is lehet készíteni, vagy mivel lenne még aranyos? De ilyen kis csupa zölddel, tégla háttérrel, olyan kis nyári kert hangulata lehetne. Akár régi fotókat is lehet beletenni, ilyen barna árnyalatosakat. De kell még egy asztal. Egy-két száraz termést még teszünk rá, egy kis mohát, vagy szizált. Gyöngyöket is tehetünk hozzá, kis kagylókat. Akár még levélkéket is.
kis moha vagy zuzmó, ki hogy nevezi. Ezekből egyébként ide a kis polcokra is lehetne tenni. Mert ezek kis pillekönnyűek. Ilyen nagyon tengeri csigák a Balatonon nem nagyon vannak, de egy-két csigát, vagy egy-két ilyen kavicsot mindenképpen tehetünk. Csak óvatosan, nehogy leszakadjon a hungaroszál polcunk, mert a rögzítése az hagy egy kis kívánnivaló maga után. Nos, lesz valaki, aki találta mai alkotásba valami inspirálót, és kipróbálja valamelyik részét. Nagyon jó, szuper ötlet. Hát nagyon örülök, hogyha így gondoljátok, mert tényleg egyébként gyorsan elkészíthető. Ne zavarjon meg benneteket, hogy már 8:30 van, vagy már elmúlt. Ez a lukit zavaró alul? Nem. Majd hogy lehet, hogy nem is látszik. Nem baj, az én még egy kis mohát teszek oda. Tegyünk még bele valamit? Még tudod, Nono, hogy mit lehetne ide az elejére olyan kis mini üveget tenni, olyan palackosta szerűséget. Szeretném. Vagy nem? Hát nézzük meg, ha van kedven. Nézzük. Ha te mondod. Szerintem egyébként ez a mai alkotásunk, ez alapötletnek remek, és rendkívül sokféleképpen
tovább lehet gondolni. Sokféle stílusban. Ide a... Nem? Ide a tetejére nem kellene valami? Még ide az aljára tehettem volna gyöngyöket. Köszönöm. És mi? Nagyon szép. Nagyon szuper. Bármilyen dobozból elkészíthető, egyébként nem szükséges kördoboz. Ezek a kis gyöngyök biztos, hogy jól mutatnak benne, ahogy megcsillan rajtuk a fény. Nem nagyon világos? Éppen nem. Nem, jó, jó színei vannak. Tudom, hogy még a hátulja nincsen lefestve, de az legyen a legkevesebb. Mondtam én nektek, hogy legjobb lesz a belsejével foglalkozni. Azért egy kicsit éreztem, hogy ezzel akár sok idő is elmehet. Viszont nanukám, sajnos a ragasztóbetétem elfogyott a közelemről, most már tényleg. Kicsit nagy hozzá, nanó, ez. Sajnos ezt nem tudom betenni. Vagy így. De így jó, nem? Csak mit tegyek bele? Hát egy kis gyöngyöt, mert az van. Hát, ami belemegy, azt beleteszem. Jó, így aranyos szerintem. Hogy a tetejére nem kellett volna valamit tenni? Nem írják. Csak az, hogy nagyon szép. Hát ezt nem lehet elégszer leírni. De szerintem itt én most ezt abba hagyom. Nagyon-nagyon szépen részletgazdagan ki lehet még pótolni a díszítést. Természetesen lehet árnyékolni, akkor dekorhomokot, nem dekorhomokot, hanem 3D port, 3D golyókat lehet használni még ide a kis polcokra, amiket készítettünk, akkor ha gondoljátok és szeretitek a rozsdahatást, akkor egy pici rozsdahatást is lehet belevinni, bár nekem tetszenek ezek a kis vidám üde színei. Viszont nagyon-nagyon szépen lehet például antikolni, akár antikoló géllel is, olivával is ki lehet próbálni, de van az antikoló gélekben ugye van a fehér is, a barna is, a patina kék, a patina zöld, ami mind nagyon-nagyon különleges hatást eredményezhet, és hát minden otthoni fényképet át kell nézni, hogy melyikek azok, amiből egyet-kettőt bele lehet csempészni, és még vidámabbá is személyesebbé tenni ezt a kompozíciót. Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt voltatok velem. Elnézést, hogy ilyen sokáig tartott. Azt tudtam, hogy a festéssel sok idő el fog menni, de nem gondoltam, hogy ennyi. Viszont jövő héten csütörtökön is várlak benneteket. Ne szegje kedvetek, hogy ilyen sokáig tartott ez a remek este. Jövő héten csütörtökön készítsünk együtt valami csodálatos levendulás dekorációt. Méghozzá nem is, hogy levendulás dekorációt, hanem egy levendulás kis kulcsos szekrénykével várlak benneteket jövő csütörtökön. Itt a Penntartó oldalon ugyanem
ebben az időben. Mindenkinek megköszönöm a figyelmét, hogy itt voltatok velünk. Akinek tetszett a mai alkotás, annak megköszönjük, hogyha megosztja a mai élő közvetítést, és remélem, hogy számíthatok rátok jövő héten csütörtökön is. Mindenkinek további szép estét, millió puszi, sziasztok!